Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit. Folytatjuk a Witcher-t. Igazából ilyen sidequestekkel, illetve kérdőjelekkel. Nem azt mondom, hogy ez lesz most a legizgalmasabb, meg legérdekesebb blokk, amit így a Witcher végigjátszás során fogunk csinálni. De ezeket is megcsinálgatjuk. Két dolog miatt, egyrészt azért, mert most egy ilyen kicsit ilyen chillebb streamet tervezek, tehát ilyen kicsit olyan nyugisabbat. Másrészt pedig azért, mert hát jövő hétre tervezem azt, hogy folytatjuk és megyünk Skellige-re, legalábbis nagy valószínűséggel jövő héten már akkor megyünk tovább a fő sztorival tulajdonképpen. És ma már nem akartam belekezdeni, pontosabban a mai alkalommal. Megvárom a futárt is. Hát a futárok olyanok, hogy azok bármikor betoppanhatnak, és nem akarnám, hogy a pont a sztori, fő sztori szál közbe kelljen itt megszakítani a dolgokat. Oké, és szóval akkor nézzük is meg, hogy hol vagyunk. Ugye ott tartottunk tulajdonképpen, hogy segítettünk Hattorinak tulajdonképpen megnyitni a kis üzletét, és akkor itt vagyunk most, és akkor innen kellene folytatnunk. Hát nézzük is meg, hogy közben, mintha Geralt egy picit ideg állapotba került volna. Na mindegy, nézzük is meg akkor, hogy milyen questjeink vannak a listában. Hoppá. Ugye van ez, hát ezt majd befejezzük, mert ugye Hattori ígért nekünk kardot. Ha jól emlékszem, Later, hát pár nap múlva kell visszajönnünk. Hát ezt majd meglátjuk, olyan 2-3 nap múlva. Úgyhogy ezzel most nem nagyon foglalkoznánk. Esetleg csinálhatjuk a bunyót. Miért ne kezdhetnénk el? Ugye ez van velembe is, hogyha jól emlékszem. Így van, tehát ezeket is elkezdhetjük. Illetve vannak ilyen lovas versenyek, még akár azt se tartom kizártnak, hogy ezt is megcsináljuk. Jó. Itt van még három ilyen secondary quest, ezeket ez ilyen több helyszínes. Hát akár elkezdhetjük őket, de ezek mind hát igen, amennyit el tudunk kezdeni, de ezek nagy részt Skellige-n vannak, és ugye oda majd később megyünk. Gwentezni nem fogunk, illetve itt van ez a kiegészítő, ugye a Hearts of Stone kiegészítő. Hát ez még kell combosodni, mert itt 84-es szintet ír, és még csak 70-esek vagyunk, az még biztos, hogy nem kezdjük el. Jó, ezért gondolom azt valószínűleg, hogy ezt majd csak Skellige után tudjuk csinálgatni. Jó, illetve van itt egy pár kontrakt. Hát ezeket most már majd fogjuk tudni csinálgatni, némelyiket. Hát ami a 70, hát megpróbáljuk, jó? Tehát kontraktjaink vannak, ugye legutóbb, amikor kontraktoztunk, ott abba kellett hagynunk, mert akkor még nagyon alacsony szintűek voltunk, de most már tudunk ugye kontraktezni is. Treasure Huntból van új, ugye ez a Wolf School Gear. Hát elkezdhetnénk, de igazából nincs értelme. Jó lenne, hogyha az alapot először megtalálnánk, vagy hát elkezdenénk csinálgatni, és mivel a Skarmorhamben van, ezért hát ezt se tudjuk még elkezdeni. Jó, Kermorhenbe majd a következő, tehát a Skelligei történetszálnak a végén fogunk tudni menni. Pontosabban, ha jól emlékszem, azzal lesz vége, de erre nem esküszöm meg, majd ezt meglátjuk. Meglátjuk, hogyha odaértünk. Jó, rendben van. Na, úgyhogy bemelegítésnek, csak hogy biztosan kapjunk egy kis agyvérzést, kezdjük el az öklöző versenyeket. Jó, hát meglátjuk, hogy majd hogy megy. Elvileg 63-as szint, tehát annak azért mennie kéne. Ugye a Novigrádi az már 75-ös, az már egy picit nehezebb, de szerintem még azt is meg fogjuk tudni oldani. Jó, na nézek egy térképet. Hát velembe kell menni, ugye három helyszín van. Ugye itt a Crossroads, Lindenvale, illetve Blackbow. Hát menjünk a Crossroadshoz. Ha már oda javasolja, és akkor ott le kell győznünk Smithit. Micsoda kreatív neve van.
Terrorizálják itt a helyieket. Hát igen, itt a boszorkány égetés az már... Ez már megy. Ez már az a része a sztorinak tulajdonképpen. Szia, Astrid. Gázos emegy szét ezt. Mi történt? Felvételire gondolsz? De nem sikerült jól, vagy nem volt jó. A kettő nem biztos, hogy ugyanaz. Hát, Astrid, azt nem csodálom. Attól én is rosszul lennék. Itt látom már megy a verseny. Hát... PTM egyszerre jelentkezel? To me like a fierce-fisted fighter, just right for our tournament. It's your chance to slap around some yokels, win some coin for the pleasure. You in? Csapassuk. Hát a pénz mindegy. Hát igen, itt ott, ott van ilyen felvételi. De ott szerintem nagyobb súlya esik latba a felvételi elbeszélgetés, tehát a szóbeli. De én meglepődnék, ha bármi gond lenne. Hogyha bármi gond lenne. Na gyere! A Mike Tyson. Őt semmilyen szóbeli nincs. Ez érdekes. Motivációs levél. Not bad. Not the champion yet. Mondjuk az alapban nem hülyeség. If you're aiming to be champion of Velen, you've two still to beat. Jonah from Blackbow and a fisherman from Lindenvale. Locals call him Fish Gulper. És szintet is léptünk. Jó. Na, ez megvan. Megyünk tovább. És akkor irány Lindenvale. Hát azt trik mondom, én nem aggódnék a helyedbe, mert... Te jó tanul vagy, szerintem föl fognak venni. Another one, be guard. You witches are trouble. Village has suffered enough. Got a problem? Send for Geralt of Rivia. You won't be as calm. Ye death! Be gone, you blasted mutant! Where's all this hate for witches coming from? Where? I'll tell you where. One of yous came here, ate his fill for 2 days while he thunked things over. Then he says he'd do us a favor and kill our monster. What's your price? I asked. But he said he wanted no coin, for he saw we'd none to offer. So what did he want instead of coin? Said for pay he'd take something I had but did not yet know about. Then he left. And here the door swung shut behind him. My lass started wailing. What's these tears? I asked. Oh, I can't bear it, she says. I'll kill the horse and... Go on. Fool girl wept that some beast was gonna kill the witcher dead. Ye howling for a mutant, I said. Then she told me, bugger had bewitched her with his evil eye, seduced her, and that were to be his prize. A witcher's bastard. Hát de attól, hogy a vicserek sterilek még. Tell me where he is. Oké, azt hitt nyugodtam. Az ajtó nyitva van. Went there to slay the monster.
hope the corpse eater guts that fornicated freak. Not the bowl's full. Not my fault we ended 6 feet under the birches. Mindjárt megcsináljuk akkor ezt a Witcher wannabe-t is, csak ha már itt vagyunk, akkor itt is bunyózunk egyet. What do they call you? Know how to fight? Geralt. And yes. Then enter the lists, my friend. Csapassuk. I'm ready. Let's fight. Good folk. Fish gulpers finally found a foe. Right here, right now, on the field of honor, he'll face none other than Geralt of Rivia, the Hammer! Spare me a minute before the fight, master, please. Cut to your mugs plain as day. What am I beside ye? I just want to live. These days, streams are bereft, no fish for me to gulp. And they's given a sack of flour to the winner. Show some pity. Take a fall for me. Le kell seggelnünk a negyedik menetben. Jó van, mindegy. So be it. Don't know how it happened, but fish gulper swallowed the hammer. The hammer. Thanks, Witcher. Na újra. So, will you try again? Hogyne. Let's do this. Let's fight. Geralt the Hammer versus Fish Gulper, the rematch. Nem szép dolog rögtön úgy kezdeni a meccset, hogy már üt. Lehet, hogy egy kicsit nehezebb lesz más rácok. Fönt van a fedezéke folyamatosan. Jaja. Jó lesz. What? Lost your nerve? Okay. Meg is van. Yes, we might have known. The Witcher took Fish Gulper and fish plowed his gob. Near warmed my heart to see him renovate his head. There's Jonas still. You can arrange to fight him if you want. Jó, hát majd menjünk oda is. Jó. Na, akkor nézzük már meg ezt a questet, amiről itt panaszkodott ez a fickó. Valami sarlatán, azt írja. Itt van nem messze, a temetőbe. Úgyhogy akkor oda elugrunk. Meg mintha... Hát, meg majd utána megnézzük ezt a pár kérdőjelet itt. Mégis itt vagyunk a környéken. Na, gyerünk! Itt van közel, úgyhogy gyalog megyünk. Igen, itt már voltunk ebbe a temetőbe. És a domb tetejére teszik a temetőt. Na, lássuk, mi van itt. Hát egy pár gúl az mindig. Az mindig jól jön.
Jó. Lábnyomok vannak. Az öröktől látszik. Valaki járt erre. Thank you. You came just in time. A moment more and that ghoul would have filleted me like a flounder. Actually, not sure I should have intervened. Your combat style, it's new to me. Should have just observed. Where'd you complete your training? School of the Snail? But then where did you get your wolf's head medallion? You're the real thing. A witcher? Mm-hmm. What gave it away? That I didn't wet my trousers at the sight of one lousy ghoul? Answer the question. Where'd you get the medallion? I bought it from a traveling peddler. Oh, villagers are coming. Don't tell him about me, please. Monster slain. Oi, what's this? Two witchers? We only hired one. Only one witcher here. This man's a charlatan. Travels from village to village cheating people. No, it's not like that. I can explain everything I can. He's a crook, a fraud. Oh, we've laws for this kind. Special punishments. Thank ye for exposing him, Master Witcher. Let him go, this time. Never again, I swear. He's a halfwit, ain't he? Going after a ghoul. Things would be simple if the ghoul had torn him apart. As it is, we've got ourselves a moral dilemma. Morális dilemma. Let him go, but don't ye come near our village. We'll set the hounds on you if you do. Is that clear? Yeah? Hát tényleg ilyen félkegyelműnek kell lenni, hogy menj egy ghoul ellen. Get out of my sight. Jó. Akkor ez is megvan. Akkor folytassuk a Feast Fury-t. És akkor menjünk Jonához. Ja nem, bocsánat, ahogy mondtam, akkor kérdőjeleket megnézzük, hogy mik ezek egész pontosan. Akkor majd utána megyünk. Az első itt van közel. Hát ez a kilátó, vagy mi ez? Ah, Bandit Camp. Azokat mindig szeretem. Srácok, nagyon elbambultam. Vajon mentettem? Remélem volt mentés itt a quest végén. Jó, volt. Oké. Na most akkor kicsit jobban odafigyelünk a dologra. Te vagy egyedül? Azt fog meggyulladt. Jó. Na lássuk, hogy milyen zsákmány volt náluk. Gondolom fönt van a kilátóba, úgyhogy akkor fölmegyünk. Na, hát egy diagram, meg egy Nilfgaard armor. Hát, nem sok, de a játéknak ezen szakaszába ez teljesen rendben van.
Nálunk meg csak pár kard volt. Ezeket összeszedem, mert ma jól eladjuk őket. Sokat lehet így... sok pénzt lehet így keresni. Jó. Mielőtt tovább mennénk, akkor megnéznénk ezt a két kérdőjelet is. Hogy mik ezek. Jó lenne valahogy úgy csinálni a dolgokat, hogy még azelőtt be tudjunk kezdeni a kiegészítőbe, hogy elmennénk Skellige-re, de ez nem valószínű, hogy össze fog jönni. Na, itt is egy bandit camp. Ó! Oh. Bosszantó. Hát igen, hátulról vásárt. Tehát ez egyért nem mentettem el. Semmi gond. Na gyere! Ó, az meg jól lett. Ez is, sőt, ez ki is végezzük. Jó, és kilútolom őket, majd mentek. Csak nehogy elmaradjon. Meg kiszedjük itt a kincset. Jó. És most mentek egyet. Meg majd amikor odaérünk, akkor is. Szóval amit elkezdtem, hogy jó lenne felszinteződni annyira, hogy mi Skellige előtt meg tudjuk csinálni a Hearts of Stone kiegészítőt, csak... hát nem biztos, hogy sikerülni fog, mert az még azért sok szint. Ja, hova megyek? Nem is erre megyünk, hanem erre. Egyrészt sok szint, meg azért lenne jó azt most megcsinálni, mert az itt van ugye velembe. Gyakorlatilag. Mindig megcsinálgatjuk ezeket a szerződéseket, meg amit tudunk. És meglátjuk akkor, hogy milyen szintűek vagyunk. Hogyha ilyen 4-5 szint a gap, akkor belekezdünk és meglátjuk. De vagy ott rögtön az elején van egy olyan boss, ami... Hát fogalmazzunk úgy, hogy aggaszt. Tehát az egy nehezebb boss. Mennyire idegesítenek ezek az árcsörök engem. Jó. Na gyertek. Kicsit fölrobbantunk, de semmi gond. Nem történt semmi különös. Jó. Na itt is akkor összeszedjük, amit össze kell. Hát itt nyersanyagok, sok-sok nyersanyag. Egy diagram. Ez elég jó loot volt. Kicsit túl is vagyunk terhelve.
Nem baj, mert most is azt csinálják majd, hogy eladjuk. Azért szedem össze, bár mondjuk van aranyunk, de... vagy koronánk, bocsánat. De... azért biztos, ami biztos. Szedjük össze. Na. Itt is van még egy a közelbe. Megnézzük ezt is, meg lehet, hogy bemegyünk ebbe a városba. Hát... hol vagyunk? Igen. Na és ugye a kiegészítő az a térképnek ezen a részén játszódik, a Hearts of the Stone. Hearts of Stone, pontosabban. Ezért lenne jó ezt most még megcsinálni, mielőtt megyünk Skellige-re. De tényleg ez majd függ attól, hogy tényleg hogy haladunk. Meg hogy adja a játék az XP-t, főleg. Ugye nem mindig adunk olyan annyit. Aha, hát itt is ilyen banditák vannak. Mennék. Haló? És meg is van. Itt is körbenézünk. Hát most ez elég jó XP-t adott, tehát adja az csak... na hát nem mindig ugyanannyit. Így nehéz azért számolni, hogy... hogy tud az ember haladni. Jó. Na. Rócs. És akkor hát nézzünk be ebbe a faluba. Run, Rócs. Hát itt van valami érdekes. It's gone and took me a golder. Help! Let that gudgeon start. Quite the banquet. Where'd you get all the meat? Bound porkers wambling all about. So we roasted one of them. What a bite. Plenty to go round. I'll pass, thanks. Your loss. Caius! Cut us off another hunk. No, I won't stand for it. They done roasted your golder, the Wavax. Him again. You want another bannockin? What's this about? They slaughtered your golder. Cooked her up. Wavax. Same old song. Nothing doing. Gotta wallop him. Caius, Jacob, grab him. Nay, shan't be. Help! Hát, he hasn't harmed you. Leave him alone. We go all chummy like, offer you roast hog, and you do this. No Grockle's gonna give us orders. Clobber him, lads. Megint belekötnek egy Witcherbe. Aztán csodálkoznak. Ott mit integet? Vagy csak szurkol? Hát ez szomorú. You hurt? Nay, but you gold her. Oh, zounds! They done cooked her! You must have really loved that pig.
Who are you? I'm Geralt of Rivia. Me? I'm Yontek of these parts. Yontek vagyok a környékről. Live in this village alone? Nay. They's home. Flab and Hagel and Bebon. Only Klaus and Igor are gone missing. Who are Klaus and Igor? Igor's the fool that eat grass. Klaus, he's the elder man. Every man knows Klaus. But where's they now? I dunno. Took by the piggy magic, must be. Me? The pigs are magic? They sure is. See for yourself. Hát jó. Fine. I'll take a look at the pigs. Good, lush. Tehát ha jól értem, mindenki disznó. Hát srácok, lehet, hogy én leteszem itt a ballasztot. Kicsit sok a... Igen, kicsit sok a cucc. És így sose végzünk. Devem ide ezt a sok kardot, és hogyha végzünk ezzel a questen, majd visszajövünk, összegyűjtjük őket. Ordinary pig by the looks of it, but my medallion's going wild. Yontek's right, they're enchanted. Tehát valaki elátkozta őket. Vagy hát, hogy mondják ezt? Itt is ott vannak bent. De be tudunk menni? Lehet, hogy ide nem tudunk bemenni. Definitely magic. Yeah, definitely magic. A malacok meg bezeg nincsenek itt. Tehát akkor lehet, hogy... Hát értem, hogy akkor miért szomorú. Yeah, definitely magic. Már hogy ott megsütötték az egyik malacot, mert lehet, hogy az egyik helybéli volt. Igen, ez mondjuk kellemetlen. Hát itt nincs malac, akkor lehet, hogy az éppen itt lakott. Jó, hát beszéljünk akkor Yontekkel, hogy mit tehetnénk. Yontek? Hi. The pigs. They do seem to be magic. Aye, cause of the sorcery. It done turned them all that way. So those pigs, they used to be humans? Aye, what did you think? Help them, turn them back. What changed the people into pigs? Twere magic. I done gave Igor the key, he gathered them all, off they went. What key is this? Thissen, here. Opens the hog hut, that does. So gyönyörű. Ezt hol szerezte? Where'd you get the key? I found it. Showed it to Igor, right? And he told all the folks to go. Then they was changed. Jó, hát megnézzük, hogy mi van itt. Need to take a closer look at the, hog hut. Where is it? Why, it's that away past the hill. You walk and walk, and then you're there. Got it? I'll find it. Jó, hát nézzük meg, mi ez a... ...hog hut. Hogy itt föl kell menni valami dombra.
Riker barátaink már így gyülekeznek. Gondoltam, hogy belépítettek. Idegesítenek. Jó. Legalább dobnak. Ó, elég sok mutagen dobnak. Ami jó, mert az majd kell. Ne veszítsük el a fejünket. Nem fontos. Akkor már megnézzük ezt is. Jó, na nézzük meg ezt a Hidden Treasure-t, bár ez mintha itt lenne a... valahol alattunk. Mert biztos, hogy alattunk van. Csak meg kell találni, hogy hogy jutunk le oda. Hát, mintha valami háznak a pincéjében lenne. És van egy láda. Lehet, hogy itt lesz. Csak ezt kinyitjuk. Akkor nézzük. Aha. Kulcs egy kincses ládához, illetve valamilyen jegyzetek. Hát ezek ilyen háborús dolgok. Szerintem ez ilyen, ez a Treasure Hunt típusú küldetés. Mindjárt ránézünk, hogy itt van-e a közelbe. The storm, damn it. Geralt, ne erinyálj el. Oké, és na nézzük, hogy itt van-e a közelbe. Hát itt van, akkor ezt körülnézünk, hogy hát ha megtaláljuk. Hát valahol itt a városban. Vagy hát nem is tudom mi ez. Ez alatt nincsen. Jó, itt nincs. Itt van egy láda. Ó. És nyersanyag. Mi kaptál, azt nem basztatjuk. Nem látom, de menjünk még egy kört, hát ha... ide valahova elrejtették. Ó! Igen. Hát, páncél, ami arra lesz jó megint, hogy túlterhelődünk.
Hát nem azt mondom, hogy utálom ezt a játék, ebben a játékban, mert amúgy megértem, csak... Tehát ad egy 13 kiló, majd 13 kilós páncélt, ami amúgy semmire nem jó. Nem akarom megbántani persze, de... Na jó, térjünk vissza a... ez a Fool's Gold questhez. És akkor nézzük, hogy hova kell menni ide. Hát mondjuk éppen még elkanyarodhatunk ide is, ez itt van közel. Amíg megnézzük azt, aztán folytatjuk most már tényleg ezt a malacos questet. A Bandit Camp. Már a, ilyen fegyvereket föl se veszem meg. Nem lehet, hogy el kéne adni egy csomó dolgot. Na lássuk, itt mi van. Nyersanyag, egy glyph. Jó. Rendben van. Megint sokat cucc van. Fenelje meg. Lehet, hogy elmegyünk majd a kovácshoz eladni most már. Viszont ha elmegyünk eladni, akkor lehet, hogy csak összeszedem. Jó, más itt nincs akkor, ugye? Jó, hát akkor innentől kezdve mindenhol úgy csak kell mennünk, mert soha nem érünk oda sehova. Slow now. Viszont akkor csak visszajövök ide és fölveszem azt a páncélt. Mondom, tényleg ez az egy, ami engem idegesít ebben a játékban alapvetően. Faster. Meg néha rócs. Nem a kacskúj. Csak meg kéne találni, hogy... dobtam el. Ott van. Jó. Na nézzük, hol vagyunk. Jó, és akkor megyünk ebbe a barlangba. Itt van a a hokhát. Legyen az bármi is. Lehet, hogy előtte majd alszunk egyet, vagy hát meditálunk pontosabban, hogy sötét éjszaka kelljen menni. Meg kicsit fogytán van a... itt vannak ellenfelek is. Aha. Hát farkasok. Banditek. Mondom, beadom már neki az axit. Hát most nem sikerült. Ez is vánsat. Na vajon hol mentettünk? Többet kéne menteni. Jó, annyira nem vészes.
Mert ezt kell még megcsinálnunk is. És jók is vagyunk. Megcsináljuk, utána egyből mehetünk a... Faster. Not your lucky day. Elvileg ezeket most megint kiszedjük, és akkor mehetünk is egyből oda. Méheket nem bántjuk. Ah, ők se bántanak engem persze. Jó. Oké, és fölhílelünk. És akkor most hát meditáljunk egyet most. És akkor így vissza is jön az életerünk is. Pontosabban a potion-ök. Jó, és akkor folytassuk a... Pulse Gold questet. Roach. Miért idegeskedsz? Minden rendben van. Na, mehetünk. Jaj, még van egy. Jó. És még farkasok is. Roach. Hát a farkasok majdnem nagyobb veszélyt jelentettek, mint a banditák. De jó, 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 megoldottuk. Nem sietünk, szépen elsétálgatunk. Nem voltunk már ebbe a barlangba. Azon gondolkodok. Tűnik ismerősnek. Ó. Hát itt valaki meg... Mi ez, egy medve? Ami olyasminek tűnik. Ó. Értem. Jó.
Muse. Yontek's key fits after all. Oh. Ó, egy remek portál. Vagy mi? Csak közbe figyelem, hogy hív a futár. Ó. Malacok. Medallion's vibrating. Pig must be from the village too. Wait, that sounded like... You understand me? Let's try this. One oink for yes, two for no. Got it? Don't know how long you've been here, but you gotta be hungry. Got something tasty for you. Guess it was tasty. That doesn't hear you. No. All right. Beszélgessünk. Awesome. Yontek mentioned that only the herbalist and the alderman were missing from the village. Makes you one of them. You Klaus, the village alderman? No. You're the local herbalist? Heard about you. Igor? Nice to meet you. I'm Geralt. Know this place? Egy sírhely, vagy egy... Nem, egy templom. We in a temple? Hát nézzünk here, körül. I should look around. See you later. Hát akkor... Akkor nézzünk szét. Ó. Oh. Grass stains on the shirt. And an herb sack underneath. Must be that herbalist Igor's. Ah, tehát akkor ez az ő ruhája. Jó. Lábnyomok mindenhol. At least a few people were here. Dragged something out. Srácok, mi történhetett itt? Hog hut. Makes sense now. Ez is egy ilyen régi... elven ruin. Én is, hogy itt mi történt. Ott egy láda. Megnézzük, mi van benne. Egy runestone. Kis nyersanyag. Mondanám, hogy megérte. Tényleg egy malac fej. Sőt, nem csak fej. Egy nagy malac. A malac istenség. Már ha van ilyen. Na nézzük, mi ez. Gold coin at the bottom. Gold must have been kept here. Tehát arany. Valami aranyat tároltak ebbe. Beszéljünk a malacsal, hogy mit derítettünk ki. Hát, ha tud nekünk segíteni. Malac úr. All right, let's talk. There was gold here. Know what happened to it? Gotta talk to Yontek about this. I think I know what happened. We're in a temple, and there was a tub full of gold here. Yontek found the key, showed it to the villagers, and they got greedy.
Thing is, no one realized the gold might be protected by a curse. To lift it, we gotta bring back the gold. Ledülök egy kicsit. I should ask Yontek, maybe he knows where it is. Valami furcsa is nekem. Seems like a mean joke, or else badly cast by someone who tried to do it with their feet. Mert ez így túl egyszerű lenne. Hát én erre nem látok semmit. Hát nem csak nézünk szét. Szóval akkor vedemok most már egy cat potion-t, mert semmit nem látni. Csak nézzünk szét, hogy... Mert hát, ha valami infót még ki tudunk deríteni. Egy láda. Láda az mindig jó. Hát arra nem lehet menni. Hát akkor lehet, hogy nincs itt semmi különös. Igen, mondjuk kirámolni sose jó egy ilyen templom-szerű helyet. Mint hogy... Igen, tehát soha nem jó kirámolni semmit. Csak ugye az, hogy nyilván valami kis átok azért befigyelhet. És egy láda, ezt is kinyitjuk. És nyersanyag, meg némi pénz. Hát itt más nincsen. Úgyhogy akkor nem menjünk vissza Yontekhez. Portál. Jó, és szerintem így sincs ebbe a barlangszerűségbe semmi. Mondjuk ez a leölt medve, hát hogyha medve ez, igen, az is semmi infót nem ad. Hát mindegy, menjünk vissza, aztán... Lássuk, hogy mi történik. Szóval meditálok egyet, hogy elmondjon a cat. Meg hívjuk Roachot. Majd, ha kiérünk a barlangból. Itt van. Jó. Na akkor irány vissza Yontek. Itt át tökön passzuljon. Nem mondom, hogy a legjobb helyen vagy.
village is safe for now. Jó. Jontek. Aye. Finally know what happened to the locals. They fell victim to a curse. Na. Oh, so. Can you uncurse? Nem olyan legélesebb kés a fiúkba, azért ezt valljuk be. Oh. Alright. Szia, Leona Russi. Rassi. Na vajon őt miért nem átkozták? Like the other villagers. Gotta say, I'm curious why. Well, because I didn't go with them. You didn't take any gold from the temple? Nay. Why would I? Some gold was stolen. That's what caused the curse. Know where the gold is? I done hid it. Well, you gotta return it. And all the villagers need to be there when you do. Oh. What? Get the gold, and I'll get the pigs together. Meet by the mill, and we'll all go to the hog hut. It ought to work. We's gonna save them. I'll get the gold. Gotta herd the pigs there somehow. Axie, maybe? Jontek, Jontek. Jó, hát akkor a malacokat kell most kiterelnünk, és elterelnünk oda a hoghátba. Towards the mill, piggies. Wait for me there. Erig. Az axi működik. Jó. És még itt van három. Na nyomás. Na. Na, nem? Kell három szó kérni. Na futólépés. Jó. Elvileg itt van mindenki. He's all here. Except for Igor. Igor's waiting for us. Remember, once we're there, put the gold back where it was. You get the pigs. I'll do the carrying and dropping off. Let's go. Let's go. Go, go, move. Kis malackák. Na nyomás.
Meg kell nézni, hogy megvan-e mindenki. Mikor lecsapják. Beasties, there's a herd of them. Ajaj. Na vajon mik azok? Protect them, defend them. Beasties, jó van. Oh, megkerek. Protect them, defend them. Beasties, there's a herd of them. Protect them! Jó. Defend them! Jó. Jó, mehetünk. Wings off! Wait! Na? Na, visszakerültek a kincsek. Itt vannak a falu apraja nagyja. Myself again, thank you. Too no. Early for joy. We need a head count of human heads. For almost all of us. Thank ye, White One. Thank Yontek. He helped me a lot. But it were Yontek brought us the key. Must have known the goat was cursed. He didn't want to go with us. No. I didn't. Was Igor. Igor wanted... Won't get out of this, dung breath. Get him! Help me! First one to raise a hand against Yontek loses it. Now, we was just... Freaks likely to gut us. Let's go from here, quick. Inyi. Ooh, thanks. Probably shouldn't go back to the village. Could end badly for you. Need to find another place for yourself. Oh. Right. Whatever that means. Godspeed now. Ég veled. Azért csak sétálunk, mert túl sok cucc van nálam. És nem tudok futni. Most fogunk majd eladni egy csomó dolgot a Kovácsnál. 4 XP. Kösz. Kösz játék. Na, viszont akkor mielőtt folytatnánk, akkor elmegyünk a Kovácshoz. Hát, szerintem... Gross Purge-be. Vagy menjünk a Hyrule Square-re. Menjünk a Hyrule Square-re. Mindegy, amúgy csak az, ott valamennyivel több pénze van a helyi kovácsnak. A bal felső sarokban látod azt a piros kis inventory ikont, az jelzi, hogy túl sok cucc van nálunk. És énkor nem tudunk futni.
Hát ez egy ilyen stream, srácok. De majd most eladjuk a dolgokat, meg lehet, hogy a stashbe is leteszünk a pár dolgot. A Cat School Gear-t. Nem, bocsánat, a Griffin School Gear cuccokat szerintem letesszük. Most használjuk ezt a Cat School Gear-t. Roach. Csak megjelent. Elvileg itt a hegy túloldalán van egy fast travel point, és akkor onnan el tudunk menni. Hattorihoz is mehetnénk. Bár szerintem még nincs kész a kardom. De itt van a kovács egyébként. Elvileg. Ja, itt a könyvesbolt van. Hát benézünk ide is. White hair, yellow eyes, slashed face, just like he said. Kicsoda. Geralt of Rivia, known as the White Wolf, the Butcher of Blaviken. Geralt of Rivia is enough. Igen. A man came to me a few years past, paid me to keep a book for you, said you'd come for it one day. Who was he? He didn't introduce himself, but the book has a red cover, that I remember. I'm sure I've not sold it. All right, see if I can find it. And perhaps glance at the others while you're at it. My mag needs a just interested in the one. Ha már. Így mondta. Oh. The treatment of furuncles through cauterization. A study. Nem tudom, hogy ez miért érdekes. De akkor lehet, hogy nem is ez a könyv volt az. My manifesto. Must be it. There's a letter inside. Letter from E. Veszélyben az emberiség. Ugye a White Frost miatt. Tehát itt írja, hogy a White Frost nem csak egy ilyen őrült tündének a képzelgései. És hogy a... Hát Elder Blood, mondjuk, hogy az ősi vér gyermeke tudja csak megmenteni a... az emberiséget. Hogy hát ezt mondják a... mondák. De itt írja, hogy ő volt a kiválasztott, de elbukott. Hát igen. Ki lehetett vajon éj? Hát azért nem lootoljuk ki az öreget. Bár lehet, hogy quest itemek, úgyhogy akkor csak elvisszük, és majd majd elolvassuk. Franco, ez a könyvesbolt.
Egyszer majd szeretnék egy ilyen irodát magamnak otthonra. Azt mondják, hogy aki ilyen könyves irodába fotózkodik, meg Zoom konferencia hív, azok mindig komolyabbnak tűnnek. Jó. Na akkor most hát tényleg menjünk a Kovácshoz. Ha, ott is van. Térképen már látszik. Jó lenne tudni, hogy ki az az éj egyébként, csak el kéne olvasni a könyveket. Állítólag nem olyan rosszak. Show me what you have in stock. Na, és akkor most tudunk-e minden olyat, ami nem kell. Jó. Hát ezek kellenek, ugye ez a Griffin School Gear. Azokat ne adjuk el. Jó, ezt se adjuk el, mert ennek meg neve van. Igyekszek minden olyan kardot megtartani, aminek külön neve van. Viszont ezeket a vaszkokat eladjuk mindet. Jó, illetve ezeket a crossbow-kat is. Na, és akkor rögtön már van nálunk hely, bár nem túl sok, de akkor majd ha ezeket is lerakjuk, akkor még több hely lesz. Hát mondjuk ez se kevés, de ezeket nem adjuk el, mert ezek fontosak. Jó, hát van itt pár diagram, az nem érdekes. Hát nyersanyagot majd veszünk, hogyha kell craftolni. Illetve van itt egy-egy glyph. De ezeket majd inkább keresünk, mert itt nagyon drágák. Jó, hát szerintem ezeket majd... Hát ezeket is eladom. Sok pénz nem ér, viszont... nem fognak kelleni. Jó, rendben van. Ó, még egy dolog, mielőtt elfelejtem, javítsuk is ki a dolgokat. Hát meg ez is legyen már rendben. Jó, na, és akkor még azt tudjuk tenni, hogy elmegyünk, letesszük a stashbe ezeket a cuccokat, az pedig a Rosemary and Thyme-ba van. Hát, ami azt hiszem itt van valahol. Úgyhogy oda akkor még elugrunk. Nem, ezt eset jelöli a térképen. Itt van, így van. De fast travelünk, mert... Az idő múlik, a téma megmúlik. An elf's honor worth less than a man. Where you going? Wars. Wars everywhere. To your son, Josh. You copy this? Take after his father. That would be a milkman. Ezeket ide ledobáljuk. Hát igen. Lehet, hogy ezekből is valamennyit leteszek. Nem kell ide ennyi. Legalábbis most... Opá. Ja, hogy annyi, azt választott ki, hogy mennyit tesz le. Jó, tehát valamennyit leteszek, mert ennyi nem fog kelleni. Egyelőre legalábbis. Hát majd később a... Endgame-be majd fog. Legalábbis nem árt, hogyha van nálunk. Hát ez nem olyan sok. Jó, jó. Az endgame-ben majd fog kelleni, de most még azért nem. Na, és akkor nézzünk egy pár... Ja nem, még a Velen Fizz Fury-t. Tényleg, azt hagytuk abba. Jó, akkor most már Jonahhoz tényleg elmegyünk. Csak itt ugye menet közben jött egy quest. De most már Jonahot elmegyünk megverni. Hát el lehet itt azért kalandozni.
irány Black Bow. És hogyha őt elverjük, akkor elvileg bajnokok vagyunk. Hol a buki? Will you join the tournament? Hey? A bit of honest fist fighting to clear the lungs and bowels. Don't warn you. Judah can be fierce. Likes to bite. Get me? So, what'll it be? Csináljuk. All right. Let's see just how fierce Jonah is. Feast your eyes on an epic clash between Jonah and the Drifter. Eddig jó. Not your lucky day. Ez is jól tartja a fedezéket. Összeütöttünk, de én megmaradtam. Haver. Drifters defeated Jonah. Could this be a new champion of Velen in the making? Who can tell? Úgy néz ki. You want to be champion? Go to Crow's Perch and ask for the sergeant. Oh. And try your strength in Novigrad. The fight there too. Same in Skelliger. Hát akkor a Crow's Perch-ben az őrmestert kell elkapni. Azt Sergeant, talán őrmester vagy valami is. Jó, hát megyünk oda. Mi van? És elvileg itt van egy lóverseny is a szomszédba. Crow's Perch mellett. Ezután akkor oda megyünk majd. Elvileg itt a Sergeantot, ha lenyomjuk, akkor... akkor ez a Velen Fist Fury, ez meg is van. Van itt is vagyunk. I'm ready. Look who we have here. Sose volt szimpatikus ez a Sarge. Mi a helyzet a baronnal? Gone, but seems business is booming. Folk are more eager than ever to see the men go at it. Hát jó. A pénz, mindegy. Alright, come to daddy. Come on. Yeah.
Itt is közbe lehet ütni. Itt amikor lendíti a parasztlengőt, akkor lehet. Illetve dodzsolás után is lehet. Hát, kettőt be lehet vinni. Közbeütésnél még többet is. Na, feladod? Opa! Az egyet bekaptunk. Na gyere! Jó, meg is van. What a fight! Let it be known by one and all that the Witcher has defeated the sergeant and become champion of all Velen. Ennyi. Not at your fill, you'll find worthy pugilists elsewhere. Plenty of them in Novigrad. Plenty in the Skellige Isles. Menjünk majd Novigradba is. Skellige már nehéz lesz. Az úgy rémlik, hogy ez már azért nehéz volt. Meg talán Tűzhan is, bár ott volt egy ilyen valami csavar benne. És nem emlékszem, hogy pontosan mi, de ott valami plusz is volt, hogy perizni kell. Hát nem tudom. Majd ha odaérünk, megnézzük. Jó, na akkor elvileg... bocsánat. Itt a környékben van egy verseny. Valahol. Szavasz, Mr. Mygeri, bocsánat. Ja, itt van egy verseny, úgyhogy akkor ide elugrunk. Ha már itt vagyunk, megcsináljuk ezt a lóversenyt. Van nem messze. Jövünk ló nélkül. Ratko. Can we talk? Aye. Long as it's short and to the point, because I don't wag me tongue for jollies. They call me Radko. I arrange the horse races here. You must have heard talk. Wanna try? Say the word. Don't sod off. Easy. Wanna sign up? Don't need no signing. Long as you're here come sunset and bring gold for the betting. De napkeltekor kell jönni. Ah, finally here. Rules are simple. Choose who you're gonna run against, make your wager, then ride to Blackbow and back. First the winner, second the bleeding cunt. Got it? So, who you gonna race? Strutter in my mat coat, iron arse hands. Ez megint egyszerű. Mindegy, Black Bogdan. Ride against Black Bogdan this time. Úgyis mindegyiket kell elvileg. Take it for a ride, all right. Come on, let's set the wager. Get racing. Na. Csapassuk. A hölgyek megzavartak egy pillanatra. Még a nagyi kérott segítséget. Majd elmegyünk oda is. Csak így menet közben egy sidequestet nem kezdenék el, ha nem maragszatok. Hát ez ennyi. Nice, nice. You seem to know orcs as well as you do monsters.
Here's your gold. And if the urge to race again grabs you, come see me. Alright, who else is racing? So, what'll it be? Gonna race or not? Wanna sign up? Don't need no signing. Long as you're here, come sunset. And bring gold for the betting. Good day, Grey One. So, who you gonna race? Stuttering Mamatko, Iron Arse Hands, or Black Bogdan? Miért kell ezt mindig újra és újra? Hát jó, mit csináltak meg? Fuck it. The fuck it, az kijött egyből. Jó. Na gyere. Eat my dust. Itt a nagyi megint. De verseny után eljövünk csak. Erről nem volt szó, hogy ilyen akadályok is lesznek. De hát Istenem. Bocsi srácok, csak megjött szintem. Bocsi srácok, csak futárt muszáj beengedni. Na, hát akkor ez is megvan. Nice, nice. You seem to know horses as well as you do monsters. Here's your gold. And if the urge to race again grabs you, come see me. Alright. So, what'll it be? Gonna race or not? Wanna sign up? Don't need no signing. Long as you're here, come sunset, and bring gold for the betting. Good day, Grey One. So, who you gonna race? Stuttering Mamatko, Iron Arse Hands, or Black Bogdan? Hát, kizárásos alapon. Let's see how that iron ass holds up. Come on, Hands. A vas hátsójú. Spent half my life on horseback, other half on the backs of ponies. You can't beat me. Come on, let's set the wager and get racing. Na még egy kör akkor. Hát ennyi, srácok. Ennyi. Nice, nice.
You seem to know orcs as well as you do monsters. Here's your gold. And if the urge to race again grabs you, come see me. Na, és itt el is tűnt a minden. Kaptunk egy csomó koronát, meg nyergeket, és kész a küldés. Jó, akkor megnézzük, nézzük már meg ezt a nagyit, hogy mit akar. Hol is volt? Igen, itt Black Bow mellett. Meg majd utána megnézzük ezt a kérdőjelet is. Let's go! What's the matter? A monster bothering you? Nay, a ghost. Can you tell me anything more? You see, Jacamar haunts my dreams. Jacamar's my husband, or was till he died at war. He stands by me headboard and wails. So many years apart, I've such woe in the beyond. Come join me. I say, I'll come, Jacamar, but when the gods summon me, not before. Then he says, leave your wedding ring by me grave. It'll make the whiten lighter. And I'd leave it, were the woods not so terrifying. Tehát a férje kísérti, meg hát úgy hívogatja, hogy thought myself, maybe you haladhatna már. De ez biztos, hogy a férje. He's saying I can't tell me own man. I'm old, but I ain't gone daft yet. Not what I meant. There's wraiths that deceive, assume the form of dead loved ones. Trows, for instance, or dunnies. Nay, I'm sure this is Jacamar. In me dreams, he spoke of our nuptials, how we danced at Bellatane, how the Redanians killed him at Rhind. Rhind? You've either mixed something up or you're very old indeed. Battle happened 80 years ago. Oh, aye. Slip of the tongue. Meant to say the Battle of Rivia. Be glad to help. Where's Jacamar buried? A little cemetery near Blackbow, in a grave neath the old tree. Here, take me ring. Once you've laid it down, come to me for your reward. I live in a hut in the middle of the village with my granddaughter, Lessie. Jó. Tehát akkor a... Where the hell? Strange. Szóval tűnt a mama. Jó, tehát akkor a Riviai csatába esett el elvileg a férje, vagy hát... Elvileg. Hát jó lenne tudni valakit, aki... Tudja, hogy a Riviai csata az ugyanaz volt-e, mint amiben ugye megölték Geráltot és Yennefert. Hát, aki olvasta a könyvet, az biztos tudja. Ó, és itt az öreg kecskéje is. Jó. Ez örömteli. Na, keressünk meg, ott van elvileg a férjének a síremléke. Must be Jacamar's grave. Tegyük hát oda a gyűrűt. All right, that's done. Hát és akkor menjünk el a unokájához. Mármint a nagymamához, mert és az unokájához, mert ott lakik náluk.
Lassie. You, white one. What's your business? Bloody Baron know you're here? Épp téged kereselek. What brings you? Lassie, right? Wanted to talk to your grandma. To my... But she's been dead for years. Guess I talked to a ghost. Why wasn't she buried alongside her husband? I can't say for certain. I was a little lass then. But me mum told me that shortly before Gran died, she learned Grandad had kept lovers on the side. She had no desire to lie beside him. Seems she changed her mind. She wanted something to connect her and her husband in the afterlife. Asked me for help. That's hard to believe. But you've an honest look about ye. If you helped Gran, you deserve a reward. Here, tain't much, but I'm afraid it'll have to do. Then the pox, now the younger. Jó, hát akkor lehet, hogy a nagy is szellem volt. Jó, hát rendben van. Akkor nézzük meg ezt a kérdőjelet, ha már úgyis itt vagyunk közel. Aztán majd megnézzük ezt is, mert ez fogalmam sincs, hogy mi, de lehet, hogy akkor inkább ide jövünk. Feltéve, ha itt van nálunk Kira lámpája. Az közel se biztos, de itt van. Jó, akkor azt megnézzük azt a helyet. Valamilyen hunting place. Hogy itt a temető. At last, will ye forgive me? Already have. Akkor ezért segítettünk nekik. Oké, és értem, értem. És akkor most bocsájtott neki, és most már együtt vannak. Hát ez egy, mondhatnám, hogy happy ending, de ilyen, hát happy ending ott az afterlife-ban. Talán, ha szabad így fogalmazni. Na nézzük meg azt a kérdőjelet most már tényleg. Csak utána elkezdünk kontraktozni. Jó. Itt a fészküket kell majd valami szállítmányt támadhattak meg. Jó. És akkor ezt tönkretesszük. Elpusztítjuk. Looks like rain. Kibutoljuk. És mehetünk is tovább. Így elmegy ellen. Jó, na akkor nézzük meg, hogy milyen questek vannak. Kontraktok, bocsánat. Hát menjünk megint sorba. Hát egy darabig el tudunk menni, meg itt van egy tartozás, ezt majd be kell hajtani. Hát akkor lehet, hogy kezdjük inkább azzal. Jó.
Hát egy fogletet kellett megölni még. Hát egy két hete. Olyan irány az a, ez a mocsárba lesz. Ta, itt a Krogbeg mocsárban. Go, go! Hát csak itt elcsapatunk a mocsáron, mert aztán egy szörny valami van, hogy sose végeznénk, hogyha leállnánk rekedni. És akkor elvileg itt van egy fickó. Így van. Leslav, ez mindig itt kalapál. Witcher, greetings. I want my coin. Where is it? There, take it. Twice the sum, as agreed. I keep my word. Sure, second time around. Never mind. Thank you and farewell. Jó. Csak ha már erre jártunk, akkor a tartozást azt be kell hajtani. És akkor most már tényleg nézzük a szerződéseket. Hát, megint menjünk sorba. Így javasolt szint szerint nézzük ezt. A Byways-nél történt valami. Hát járőrök tűntek el végül is. Ja. És ez Byways-ben van. Hát akkor megint vissza ide ez a Fast Travelhez, és akkor szépen elmenjünk. Azért erősek. Ezt figyelni kell, hogy ezek magasabb szintűek, mint én. És vannak is egy páran bizony. Nagyot ütnek. Jó. Oké, és összeszedjük a maradékot. Mintha még lenne ott egy. Igen, itt még van egy. Anyone there? You can come out. It's safe now. Ah, a Witcher. What happened? Nilfgaardians came plundering, looking for valuables, as if we was rich. Who killed them?
couldn't have been you. I don't know. Must have been those beasts you slaughtered. This would be the first time ghouls came to help out a village in trouble. At this rate, they'll be taking jobs off the notice boards before long. That's how it was. I dwell on it. You're hiding something. Gonna find out what it is. There's not here. Black ones didn't even find anything. Out of my way. Körülnézünk itt a faluba, mert valami gyanús. Wasn't a fair fight. Didn't stand a chance. Eltettük kutyát, szegényt. Thrown to the ground with great force, internal hemorrhaging. Földhöz vágták, vagy leesett. Esett vagy ugrott. Ez a klasszikus. Itt semmi. Ez be van zárva. Ez a ház marad a végére, melyik nagyon itt elcsorognak. Jó kis kemencék. Hát erre nincs semmi. Nézzük, itt voltunk már. Itt sincs semmi. Jó. Hát akkor lehet, hogy már csak abban a házban, ahol ott nagy lánycsorognak. Igen, itt voltunk az előbb. Na. De hol lánycsorognak? Mi ott van? Peasant. Hát a vajazók is nem visszük el. Itt meg nincs semmi. Valamit nem veszek észre. Itt nem volt semmi. Itt még van egy nyom. Handiwork of ghouls. Hát a ghoulok szedték itt szét, de hát... Valamit nem veszek észre. Fogból nem megyünk ki. Itt voltunk, az biztos. Ez a ház zárva van. Szerintem körbe se lehet bemenni. Mondjuk írja, hogy kell egy kulcs. Lehet, hogy meg kéne keresni a kulcsot. Lehet, hogy van egy kulcs valahol. Thrown to the ground with great force. Ah, nincsen kulcs. Ebben nincs semmi. Jó, tehát akkor ebben a házban nincs. Ott azt a házat kéne megnézni, ami be van zárva. Ó, itt is van egy test. Jaws strong enough to crush armor. Scent of blood still strong. Gotta follow it. És jó, tehát valamit követnünk kell akkor. Aha. Jó, there's nothing there. Tracks lead to this house. What happened here? What do you mean, what happened? You're all still in danger, and only I can help. I'm the only one who can rid you of this threat. What do I know? Listen, you. If you don't tell me everything you know, you could all die. Understand? Is that a burden you can live with?
there's tunnels beneath the village. Tunnels? Elven ruins. We scavenge them for trinkets, small treasures. Sell them to Novigrad merchants. Okay. No one expected anything bad to come of it. We dug through some rubble, found a chamber. The beast slept inside. We felled the prop so the ceiling would collapse. Didn't bury the monster, though. What did the monster look like? T'were dark down below. Couldn't see. So how did it kill the Nilfgaardians? I ran. Couldn't watch it happen. Give me the key to the door. You lemegyünk, azt megoldjuk. No. Wanna pour wax through its head, tell you your fortune. Give me the key. So, correct me if I'm wrong. You dug through to the monster's lair, then buried the entrance, but the Nilfgaardians opened it again to look for treasure. Beast killed the Black Ones and returned to its lair. You wanted to bury the corpses, but their stench lured ghouls to the village. Now I'm here. Sound about right? 'Tis as you say. Yes. I'm going down there. If I'm gone long, run. Barring the door, nailing it shut resolves nothing. There are other ways out of the tunnels. Gotta be. Tehát ezek az okos tojások ilyen régi tünderomokat hát fosztogattak. Fur shreds. An Ekimara. Hibernated here. Oh, Ekimara, az egy vámpírféle. És kiengedtek egy... Hát ezek szerint akkor most már kiderült, hogy Ekimarát. Vagy hát összefutottak. És hát lezárták ugyanezeket az alagutakat, de a névgárdi katonák kinyitották őket újra. És azok az Ekimara ölte meg azokat a katonákat. Hát haver. Armor pierced. Arteries torn open. Igen, az Ekimarák azok... azok kemények. Jó, akkor kéne egy... torcs. És akkor ezzel... megpróbáljuk körbejárni itt ezt a... helyet. Barlangokba sose tájékozottam jól. És egy fickó. Jó. Na és akkor ezek már ilyen tünde romok. Ott a fickó az... az lóg. És Mr. Ekimara. Az igen. Az igen. Oké. Okay. Jó. Jó. Értek mindent. Akkor kicsit tuningoljuk a felszerelést. Most már használunk olajat. Okvetlenül. Mert az kell. Erre volt, ugye? Igen, itt estem le. Jó. Na, itt mentünk egyet. És akkor ugye Silver's Word, hát 96% azon javítani nem kell. Viszont akkor egy Vampire olajat keresünk. Így van. És ide rakunk, hát... és rakjuk be kaját. Minek? Né, rakunk be kaját. Kett helyett. Hát van szvaló meg. Hát de lehet, hogy kéne meditálni is egyet. Akkor meditálunk egyet.
hogy legyen elég potionünk. Jó. Föltette ugye az olajat. Oké is. Na, hát akkor kezdjük. Ez már kemény. Úgyis 5 szinttel magasabb, mint mi. Ami nem olyan sok, persze. De azért ezek már nehezek. Na gyere! Igen, most 2 csapott ránk. De előbb, mintha 3 lett volna. Jó lesz, meg lesz. Csak azt is ki kell ugye tapasztalni, hogy hány ütés után lehet, tehát mennyit lehet maximum ráütni. Előbb-utóbb visszaüt. Jó, hát fölteszünk egy clant. És akkor ugye elvileg... Jó, ott az olaj, oké is. Na újra. How you like that silver? Most pedig nyomtam a dolcsot. Jó lesz. Óvatosan kell. Az se nagy baj, ha vérzik. Jó, meglett. Mondom, ennyiből nehéz ugye a Death March, hogy 1-2 ütés. És ennyi. Na. Hát adott vampír cuccokat, mutagent, egy kardot, minek neve van, és ott a trofi. Ugye, ami a szerződés befejezéséhez kell. Na, de azért nézzük már szét egy kicsit, csak úgy felületesen. Erre jövünk vissza. Ó, hát van itt azért cucc. Gombázni most nem fogunk. Itt is van egy ládika. Hát arra föl nem tudunk menni, de nincs is ott semmi. Jó, akkor még ide benézünk, bár... Hát, hogy nincs semmi. Semmi. Hát itt lakott az Ekimara. Jó, hát akkor mehetünk is. Mehetünk is tovább. Ezért aggódok, azért a vége fele lesz már egy-két olyan boss fight, ami... Hát kell majd hozzá ütemérzék. Talán Imlerit, akitől a legjobban félek. Legalábbis az alap game-be. Hearts of Stone-ba ugye ott lehet harcolni Volgirdel. Ő az, aki szerintem nagyon kemény lesz. Illetve majd a Tyson végén Detlaf. Na, hol vagytok, srácok? He lives! We found an Ekimara hibernating underground. It was old. Must have been asleep for centuries. An Ekimara? Vampire. Won't trouble you again.
cut off its head, drive a stake through its heart. Did what I had to. Don't go down into those tunnels anymore. Ekamara aren't known to be loners. We didn't hire you. Still, seems you deserve a... You bet I do. Pay up. Farewell. Na. Oké, és... És akkor most menjünk vissza... ahhoz, aki kiadta tulajdonképpen a... kontraktot. Ez a Nilfgaardi kapitányhoz tulajdonképpen. Parancsnokhoz. Is it true? What brings you here? Saw your notice. Can anyone tell me about the monster? I can. The patrol has been lost. Somewhere along the south shore of Lake Windammer. We must know why. What makes this Witcher's work? Some brickmakers live south of here. They call their village Byways. Almost empty now. Many have run away. They speak of a monster which kills. Redanians do not patrol there. That would be foolish. And robbers do not attack Imperials. That would be even more foolish. This leaves one option. A monster. Been to Byways. A vampire was terrorizing the village. This is why they did not return. Ekimari are tough, even for a group of soldiers. We will bury them with honors, as heroes. Your reward, well deserved. Jó, hát a lényeg, hogy meg vagyunk. És rész ez a küldetés is. És egy csomó XP-t adott, hála az énnek. Jó, na lássuk, hogy milyen kontrakt van még itt. Jó, itt két Weaven, azt tudom, emlékszem. Elmentünk arra, de akkor nagyon erősek voltak. Pontosabban mi voltunk gyengék. És akkor még nem vacakoltunk velük. Úgyhogy akkor megyünk is, és most ezt megcsináljuk. Most már szerintem menni fog. Ja, akkor is azért lett volna nagy szívás. Ha igen, itt van. És ha minden igaz, erről kell bemenni, erről a... ebből a barlangból. Mindegy, akkor csináljuk azt, hogy eljövünk ide Benekbe, és akkor ezeket a kérdőjeleket még itt megcsinálgatjuk. Meg ezt a monstert, és utána megyünk. Akkor még nagyon gyengék voltunk. Még a játék elején volt, nem is tudom miért voltunk arra, talán Treasure Hunt miatt mentünk arra. Akkor a school gear-eket kerestük. És talán abban a barlangban volt. Witcher School Gear, ha jól emlékszem. Aha, ez meg egy Necker nest. Hello, fiúk! Necker's surface here. Dig their way out. Kilútoljuk a fészket is. Bár nagyon sok minden nem volt. Menjünk tovább. Valami romos épület.
srácok. Jó. Úgyhogy csak megnéztem. Jó, menjünk tovább. Bandit camp. Na gyere. Hű. Vagytok ám. Ó, még kutya is, ne, csak kutyát. Ez rettenetes volt. Hol vagyunk? Többet kéne menteni. Vagy kéne egy jobb checkpoint rendszer a játékokban. Ó, mondjuk ott vannak ládák. Hogy lehet most ennyi nekker? Az olyan nem volt ennyi. Lehet, hogy ilyen random dolog, hogy mennyi necker spawnol. Jó. Oké, és rendben. Na. Mehetünk tovább. De ez a bandit camphez. Teszünk fel most egy kis okosságot. Mert azért elég sokan voltak. És elmentjük, az nagyon fontos. Jó, az mindig jó, hogyha úgy kezdjük, hogy meggyújtunk valakit. Hűha! What now, you piece of filth? Jó, sokan vannak, ezt megállapíthatjuk. Okvetlenül. Meg ezek a kutyák nagyon-nagyon idegesítőek. De nem baj, megoldjuk. Lehet érdemes lenne egyet meditálni is, mert... Ja. Nincs meg az összes potionünk, úgyhogy akkor... Alszunk egyet. Oh!
Elpillantok a térképre, mert erre is vannak. Jó. Ezek a kutyák is nagyon fájdalmasak. És ott van még fönt a köcsög. A bocsánat. Na, föntről biztos nagy az arca, de mindjárt megoldjuk. Jó. Ennyi? Tűnik. Hát remélem megérte. Tudjuk nagyon jó, hogy mindig megéri. Itt volt egy kis nyersanyag. Itt is. Szó-szó. Jó. Na hát úgy néz ki, hogy ez ennyi. Mehetünk tovább. Nézzük meg azt a szörnyet. A lovaglás nem olyan szofisztikált ebben a játékban, mint egy Red Dead Redemptionben, de hát azért az más kategória. Geránt, mi lenne, hogyha elővennéd a kardodat, baszki? Te így bemegy ökölvel a legkerek közé. Fészek. Várhatóan még ki fog belőle ugrani, vagy kettő. Hát mégse. Jó. Következik, de szerintem most meditálunk egyet, mert elfogyott a White Raffard. Ez az, ami kimaxolja a AP-t. Okay.
Elvérzett szegény. Jó. Még egy van. Mechers surface here. Dig their way out. Az igazi filmekbe, hogy mindig háttal vannak a robbanásnak. Ez az igazi akciófilm. Sose fordulja robbanás felé. És sose néznek vissza, ez a nagyon fontos. Még egy. Rettentő izgalmas. Nagyon nagy kreativitásra van ez a dolog. Eldőlt, mint a rohadtnál. Egy klasszikust idézzek. Mechers surface here. Dig their way out. De legalább gyűjtjük a mutagent, ami nagyon-nagyon fog kelleni nekünk. Ugye a szintlépésekhez. Na. Már 17 pontunk van. Lassan most már majd azokat is csinál, be kell építgetni. De mondom, az kell még mutagen. Mert szerintem azt jövő héten megnézzük a keddi streambe, hogy, hogyan lehet. Na, akkor csináljuk azt, hogy megnézzük ezt a falut, és utána elmegyünk a... Let's go! A barlanghoz. Monsters, eh? Sod off, Witcher. We've no need for you. Actually, I see a few monsters. Where? Dreddy, damn it, dumber than a hunk of lard you are. He means us. We're common folk. Me and Sonya. Hold, me and Sonya. Get him, lads! Hát ezek is sokan vannak. Oké. Kell. Mert ugye pajzsosak. Jó. Rendben. Egy kis fisztek is beszaladt, de azt nem szedjük össze. Helyiek. Oh. Fancy láda. Wind's howling.
Ja, itt tudjuk a felszerelést, igen. Oké. Hát szerintem itt más nem nagyon lesz. Kis loot, de az most nem annyira érdekes. Loderász. Hát itt a helyieket igencsak legyilkolták ezek a banditák. Jó. Na most már tényleg menjünk, meditálunk egyet, és akkor menjünk most már tényleg a szörnyeket intézni, ezt a két vívent. És vagyunk, ugye itt van Toderász, és ide kell jönni. Mert ugye abból a barlangból kell majd átmenni oda. Ha emlékezetem nem csal. De hogyha nem így van, akkor elnézést. De én nekem úgy rémlik, hogy innen kell menni. És szerintem itt Witcher gate-t kerestünk. És itt is vannak. Jó, kicsit javítunk a kardon. És azt nem tudom, hogy azt akarom megnézni, mert teszünk olajat, mert ezek is erősek. Hogy a Weaver az pontosan milyen olajat igényel. Igen, draconid. Akkor draconid olaj lesz. Tudnám, melyik az. Így van, itt van. Teszünk egy kis olajat, mert kelleni fog. Másik az ott nem problémázik, hogy itt a teljesen éppen kinyírjuk. Jó. Kirámoljuk őket. Wasn't them that attacked those people. Gotta be a royal wyvern hiding around here somewhere. More will spawn. Need to destroy the nests. Oh, tehát van itt egy royal wyvern is. Draconid nest. Need to destroy it. Hát ezeket elpusztítjuk. Draconid nest. Need to destroy it. Oké, okay. Megjött a főnök. Akkor ő a főnök. Aha. Oké.
Hello, Maigeri. Köszi, hogy itt voltál. Hű. Jó lesz. Elvérzett. De jó. It's huge. What's the name again? Ez az a két fickó, aki megbízott minket. Don't usually come this big. It's feasted plenty, I reckon. Attacking those traveling the road. What do they call ye, master? Geralt of Rivia. Geralt of Rivia. It'll be a tale to tell the young'uns. Good size. Wonder if this piece of rot'll get me anything. Ah, ő is dobott egy kardot. És a trópit. Trópi? Trófi. Na. Volt erről egy poszter. Meditálunk egyet. Kimenjen a toxike, és... De Roach mit keres itt? Kilátás Velenre. És ott a Nilfgaardi Army Camp. Ami itt a térképen is itt van, de jó néz ki. Tehát ez. Pont rá látni. De faszán néz ki. Jó. Na. Akkor keressünk meg ezt a posztert. Hát elvileg akkor itt Benekben van. Nézzük-e meg azt a kérdőjelet. Hát innen valószínű nem jutunk le oda. Hát, ha csak nem arról. Na, még megnézzük azt a kérdőjelet. Jó, akkor visszamegyünk utána Benekbe. Hát azért elmentem, mert itt a fall damage az... Lecsúsztunk. Azt a helyszínt majd később nézzük meg. Hogy hogy fogunk innen visszajutni, az fogalmam sincs. Mindegy, majd valahogy. Na, hát akkor. Itten treasure. Semmit nem látok ettől a köttől. Hogy is volt a filmben. Hűha. Hát
ketten vannak. Ez minden megmagyaráz. És akkor valahol itt van. Itt van valami kincs. Hát ezt találjátok meg. Ugye itt van valahol a marker. De hogy hol a kincs? Lábnyomok. Kövessük a lábnyomokat, hát ha. Van egy pasas, meg egy ládika. Ez be van zárva. Kéne a kulcs. Hát akkor kövessük a lábnyomokat visszafele. Hát ha ott találunk valamit. Itt van egy csomó cucc. Drowner, egy pasas. További drownerek a vízben. Orgázbot. Ezt tök jól sikerült kiszedni. Lássuk, hogy ezek a lábnyomok hova vezetnek. Itt is drownerek. Ha? Itt egy pasas. És egy kulcs. Talán ez lesz az a kulcs. Ami nyitja azt a ládát, meg hogy valamilyen fosszília. Nem is tudtam, hogy voltak régészek már 13. században is. No offense. Csak nem tudtam. Na hát akkor kövessük a lábnyomokat ismét, csak most visszafele. Itt a láda. Hát jó. A semminél több. Azt nyugodtan kijelenthetjük. Na és akkor most vissza kéne menni Benegbe. Hát. Megpróbálok. Tehát kijövök ide a partra, azt valahol megpróbálunk majd kijönni a szárazra. Lehet, hogy itt fogunk tudni. Meglátjuk. Meglátjuk. Szerintem erre kijutunk. Jó. Szerintem itt már Roach is. Go, go! Elboldogul. De meglátjuk. Ja, és itt van egy ösvény is. Ah, az akkor szuper. Igen, igen, itt a barlang bejárata. Na, akkor irány Benek. Hát ilyen hirdetmény van itt. Úgy, ne tököljünk már! Master Witcher, a word, if you will. Oh. I have a job for you. A couple of our folk have gone missing, and... I think I ran into them. Cave north of here? A wyvern attacked them. One lost his life, but the other should be here soon.
Damn it all, we never should have split. Let them go off on their own. Hát de mindkettőt lehet, nem? Did you cut it down? All the one of you? Your friends weren't exactly eager to help. Didn't find the decency to offer a reward either. How am I to know you speak the truth? Suppose we can wait till they get back. Though I should charge you more if so. Nay, no need. Gods will judge you if you've not spoke the truth. Here, take this. Thanks. Farewell. Jó, hát akkor ez is megvan. Oké, és... Na. Lássuk, hát van még itt az egy kontrakt, bőséggel. Jó. Úgyhogy akkor... Jövő héten ezeket fogjuk csinálgatni. Mára viszont legyen ennyi elég, srácok, mert... Még van sok teendőm. Mondom, én mára igazából tényleg ennyit gondoltam. Fogjuk folytatni majd a Witchert, ugye ezekkel a kontraktokkal. Ugye szinteződünk még tovább, mert muszáj lesz. Ugye ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni a kiegészítőt, ugye a Hearts of Stone-t az 84-es szintűnek kellene lenni. De mondjuk, hogyha 4-5 szinttel vagyunk még lentebb, az nem olyan vészes. És tehát a 80-as szintig jó lenne eljutni, 79-80, mert most... És most vagyunk 72. Tehát olyan 7-8 szintet még kellene hozni ahhoz, hogy nyugodtan neki tudjak kezdeni, és végig is tudjuk csinálni, mert azért ez tényleg nehéz. Van benne két nagyon nehéz fight, és azt nem akarom ilyen nagyon nagy geppel elkezdeni, mert az esélytelen. Jó? Folytatjuk majd a kontraktokkal, illetve sidequestekkel, vagy secondary questekkel. Én megköszönöm a mai figyelmeteket, köszönöm a követéseket, donéteket, followokat, csíreket és minden egyebet, de legfőképp az, hogy itt voltatok és néztetek. Velem holnap találkozhatok, délelőtt folytatjuk a program haladó C++ programozás streameket, még az iterátorokat rágcsáljuk egy kicsit. 10 órától szokott időben, ugye mindig szerda, péntek 10 óra, így nyári időszakban ez a prog tulajdonképpen, akkor találkozhattok velem. Játszani legközelebb szombat délután fogunk, hát olyan 2 és 3 óra között valamikor. Hát warzone-ozunk, illetve hogyha lesz valaki, aki jönne valorantozni, azzal valorantozunk is esetleg. Jó, de a warzone az biztos. Na, köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, legyen nagyon szép napotok, sziasztok!